Hát úgy tűnik, hogy a Fehérvár nem csak elküldésben erős, hanem megpróbálja valóban a keretét is megerősíteni, hiszen leigazolták a Tobias Christensen nevű nagyon fiatal játékost, aki ugye összesen 20 esztendős, és egyelőre még a felnőtt norvég válogatottban nem játszott, de játszott már az utánpótlásban, és gólt, gól, gólokat is rúgott. Ez a srác szintén egy olyan óraond játékos, akire egyre inkább szükség van a modern labdarúgásban, tehát azt gondolom, hogy vele első körben jót, jót vásárolt a Fehérvár, egyébként megvették a játékost, tehát innentől kezdve a Fehérvár tudja majd tovább értékesíteni, legalábbis az általam megkeresett források mind ezt mondják. Ez a srác az alapvetően egy, egy középső-középpályás, aki mind támadó középpályásként abban az esetben egész gólerős, és jó passzokat is ad, mint pedig egy kicsit védekező középpályásként is, kicsit hátrébb vonva is, nagyon remek, sőt tulajdonképpen a maga 20 éves tapasztalatával nagyon jól ki tudja szolgálni a két oldalt, illetve a, ha égcsatárt játszanak, akkor ki tudja ugratni az égcsatárt. Ezt a fajta játékot ismeri is egyébként, mert több csapatában is ezt a játékot játszották. Tehát ebből a szempontból tulajdonképpen egy jó játékost vett a, a Vidi. Egyedül az, ami kétséges, hogy egy kicsit még, kicsit még fiatalka, viszont játszott a Moldében is, és játszott ugye a Valerengában, ami szintén egy ismertebb norvég csapat. A Valerengában egyébként összesen 66 mérkőzése volt, és ezen 7 gólt rúgott, és 8 gólpaszt adott, és a Moldéban is volt 31 mérkőzése, ahol 2 gólt és 2 gólpaszt is adott. A legjobb az IK startban volt, ahol kezdte tulajdonképpen a pályáját, és onnan került át a Vigorba, Vigorból Moldéba, és Moldéból ugye a Valerengába, és a Valerengától vette meg most a fehérvárt. Nyilvánvalóan azzal a szándékkal jött ő hallgatván az ügynökeire, hogy itt egy felfele törekvő csapatról van szó, és itt állandó kezdő lehet. Hát meglátjuk majd, hogy ez tényleg megvalósul-e. De biztos, hogy ezzel a szándékkal jött ugye Magyarországra, és innen esetleg kiugorhat egy még jelentősebb, egy még jobb csapathoz. Én ezt gondolom, hogy erről szólt a történet az ő esetében. Na most, mi lehet ennek a. Az árnya ennek a dolognak, hát az, hogy a, a magyar labdarúgás vezetői többnyire nagyon türelmetlenek, és a szurkolók még inkább. Tehát, hogyha mondjuk lesz egy rosszabb féréve, akkor lehet, hogy kikezdik, támadják, bírálják, és nem lesz ideje megszokni a csapatát ez valóban hátrány lehet. Ezen kívül még azért azt se felejtsük el, hogy Husztival nem egy élmény együtt dolgozni, hiszen eléggé látszik, hogy, hogy nagyon kis indulatos, sértődékeny edzőről van szó, aki hát lehet, hogyha megsértődik a Krisztenzerre, akkor elküldi a, a tartalékcsapatba, csapatba, annál meg azért jóval többet ér ez a srác. Tehát itt, hogyha nem lesz konfliktus, és valóban, valóban be tud illeszkedni az első pillanattól kezdve a csapatba, akkor nagyon nagy hasznára lehet a Fehérvárnak, kifejezetten jóvételnek látom, tehát senki ne értse félre, kifejezetten jóvételnek látom, még jobban jobb vételnek látnám a huszti utáni időszakban, amikor egy valóban diplomával és szaktudással rendelkező, mind a kettő nagyon fontos, talán a szaktudás még fontosabb, mint a diploma, tehát diplomával és szaktudással rendelkező valódi edző fogja majd átvenni a Fehérvárt, és akkor az ilyen játékosok nagyon jól tudnak majd játszani, és adott esetben valóban felnőhet egy olyan Fehérvár, amelyik a Ferencváros vetétársa lesz. Ha azt nézzük, hogy tulajdonképpen a jobban védekezik és többször védekezik, mint Bumba, és hát nagyjából hatékonyan, a hasonló hatékonysággal tudja megjátszani a csatárokat, viszont nem olyan gólerős, mint Bumba, akkor azt kell mondani összességében, hogy egy fiatalabb és talán a csapat szerkezetben jobban illő játékos érkezett. Ha viszont azt mondjuk, hogy, hogy dárdaival nagyon jól fog tudni összejátszani. Ha azt mondjuk, hogy fiolát is jobban tudja termentesíteni, akkor azt kell mondjam nektek, hogy kifejezetten jó vétel ez a Tobias Christensen, és nagyon remélem, hogy nagyon hamar és nagyon jól be fog az Ráadásul azt is el kell mondjam nektek, hogy nagyon örülök annak, hogy végre nem a állandóan erőltetett balkáni vonal megy. Mert a balkáról ki lehet halászni jó játékosokat, hát a maga módján jó játékos a Csivics, azt nem kell mondanom, vagy még régebbről ugye a Momo is, de azt ne felejtsük el, hogy ő a németektől jött vissza, ugye, tehát a nyugatról jött visszafele. Tehát ki lehet azért halászni egy-két jó játékos, de hát a legtöbb játékosnak a története arról szól, hogy pénzt keresek, aztán állok tovább, megyek jobb csapatba, vissza az ügynököm, kapnak jutalékokat, stb. 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 Tehát itt azért nem baj, hogyha nyugatról is kicsit gyenge bajnokságokból is jönnek játékosok, és ez mindenképpen a magyar, magyar bajnokságnak egy nagyon komoly felértékelődése, hogy a norvég bajnokságból most már nagyon sok játékos érkezik a magyarba, úgyhogy ez kifejezetten pozitív és kifejezetten elismerésre méltó, annál is inkább, mert Hát szerintem mindenki tudja, de ha nem tudjátok, akkor elmondom, hogy Norvégia egy picivel jobban áll anyagilag, mint Magyarország. Mondjuk azt mondom nektek, hogy ha Oszlóban bementek egy reggelizőhelyre reggelizni, akkor nagyjából 40-50 ezer forint alatt nem usszátok meg. Ezzel azt hiszem mindent elmondtam. Úgyhogy ebből a szempontból is nagyon jó, hogy jönnek ezek a tehetségek, és nálunk palérozódnak, és nálunk válnak. Még erősebbekké. Úgyhogy kíváncsian figyelem Tobias Kisztánzennek a pályáját, és sok sikert kívánok neki a fejérvárban, és még egyszer mondom, hogy nagyon remélem, hogy elkerülik őt a konfliktusok Husztival, és talán még jobb lenne egy Huszti utáni időszakra szerződtetni, de hát egyelőre most ez van, ezzel kell főzni, és a Fehérvárnak ezzel a menedzsmenttel azt gondolom, már nem az elnökkel, hanem ugye ezzel a labdarúgó menedzsmenttel, tehát a Jóász rolival a Husztival. Nyilvánvalóan azt kell elsősorban elérni, hogy a csapat biztosan benmaradjon, és ha ez megvan, akkor utána lehet nagyobb bámokat szövögetni. Na ennyit szerettem volna mondani, hajrá Tobias Christensen, hajrá Magyar Labdarúgás, ha tetszett nyomj egy lájkot, ha még jobban tetszett, kérlek iratkozz fel a csatornámra, vagy nyomj meg a szuper gombot, ez mint a kávére hívnál meg, vagy tudod segíteni a munkámat a videó alatt tehát a számlaszámom, hajrá Magyarország, hajrá Magyar Labdarúgás, a jó Isten áldjon meg mindenkit.